Ezeket a fűkaszákat lopták el a városgondnokságtól. A felvételeket még áprilisban készítette híradónk, akkor arról számoltunk be, hogy a cég 55 millió forint értékben bővítette gépparkját. Egy lakattal és egy normál ajtózárral volt lezárva. Az újonnan vásárolt eszközök egy része ebből a garázsból szűrén szálán eltűnt. A városgondnokság feljelentést tett a rendőrségen, és egy magánnyomozót is megbíztak az ügy felderítésével. Döbbenet lett rajtunk úrrá, ugyanis előre meghatározott éves terv szerint végezzük a zöld felület fenntartást. Ezzel az anyagi káron kívül morális kárunk is lett, hiszen ezt a kitűzött tervet, programot nem tudjuk végrehajtani. A tolvajok úgy jutottak be a tároló helyiségekbe, hogy felfeszítették a lakatot, majd az oszlopokon tartott fűkaszákat a megbontott kerítésen átvitték ki a telepről. Ez még levenni is kis idő és zörgéssel jár, mert ugye mozog az egész. A fehérvári kapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást, az egyenruhások nagy erőkkel keresik a tettest. A hatóság nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a bűncselekményhez a cég munkatársainak is köze van. A székesfehérvári rendőrkapitányság bűnügyi osztálya egyelőre ismeretlen tettessel szemben nyomoz a hétvégén eltűnt 16 fűkasza ügyében, amelyeket a városgondnokság egyik telephelyéről vittek el ismeretlenek. Természetesen a rendőrség minden egyes lehetőséget megvizsgál, így azt is, hogy a bűncselekmény elkövetéséhez köze lehetett-e belső embernek. A betöréssel több mint 4,5 millió forintos kárt okoztak a városgondnokságnak. A cég üzemeltetési vezetője szerint azonban erkölcsi sérelem is érte a vállalatot, és az ügy miatt álláshelyek szűnhetnek meg. Ráadásul a parkok gondozása is megnehezült. Rönkös József ennek ellenére azt ígéri, mindent megtesznek azért, hogy a városi zöld területek állapotában a fűkasszák és a velük dolgozó munkások hiánya ne legyen észrevehető.